nyilatkoztattad nekünk, Krisztus, mint szeretett fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedvet teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélektől. Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él, uralkodik és szeret a Szentlélek egységben, Isten mindörökké. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Kornélius házában Péter szólásra nyitotta a pajkát, és ezeket mondta. Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személy válogató. Mindenki kedves előtte, bármennyihez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától, egész Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget. Hogyan kedve fel az Isten a názáreti Jézus Szentlélekkel és hatalommal? Ő pedig, amerre csak járt, jutetteket ült végre, és meghívított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Ez az Isten igéje. Kutyus, macska, macska van otthon. Hogy hívják?
jó vagy valami. Még milyen állatot alakítom? A nyuszi. Súdi? Sóder. Sóder nyuszi. Jó. Most hátul esetleg gyerekekre van valamilyen állatot, még nyuszi, kutyán, vacsát kívül. Mi? Birka. És van neve? Libi? Jaj, de jó. Volt egy rokon, ami nem olyan messze él, nem bújjon másik falóba, és volt neki otthon malacai, és érzedik, az egyik malacot úgy hívta, hogy Lucia. Ez volt a neve. Ugye, figyeljetek, az állatoktól lehet valamit tanulni. Szerintetek? Lehet tanulni valamit, aki szerint lehet, azt tegye fel a kezét. Valamit tanul, tanítanak nekünk valamit az állatok. Na, itt van egy fönt. Na, mit tanítanak az állatok? Neked egy macskát, mert tanultál már valamit a kis cicából? Dorombolni, nyávogni, a nyálányoszokat nyávogni, ugye lehet tanulni az állatoktól. Lehet-e a kutyusról, lehet-e valamit tanulni? A kutyusra mit szoktunk mondani, milyen egy kutyus? Na, na, milyen egy kutyus? Sokszor ugat, igaz? És mit szoktunk mondani a kutyusra, hogy a kutyus olyan hűséges, igaz? Tehát hűséges a gazdájához, ugye? Tehát a kutyustól lehet például azt tanulni, hogy olyan hűséges. Lehet-e még valamilyen állattól valamit tanulni, a kis állatoktól? Na, kutyus hűséges, a cica az milyen? Mondtuk, hogy nyávod. Nyuszitól lehet valamit tanulni? Szúnyogtól? Szúnyogtól lehet valamit tanulni? Ugye csipkelődni maximum, nem? Vagy szúrni, böködni, igaz? Azt lehet tanulni a szúnyogtól. Milyen érdekes azért, hogy az állatoktól lehet tanulni. De például a kutyus hűséges, tehát ugye lehet hűséget tanulni a kutyustól. És van egy nehezebb kérdés, a virágoktól lehet valamit tanulni. Ja, nem szoktam. Jó, akkor mi nem mászunk bele, gondolkodjatok rá, hogy a virágok, a növények, a fák tanítanak-e nekünk valamit. Oké, tegyék fel a kezüket, akik iskolába járnak már. Na, jó, magasra. Köszönöm. Képzeljétek el, hogy holnap ugye elfolytatódik az iskola, mentek reggel iskolába, és reggel a tanárnéni, vagy a tanárbácsi azt mondaná, például Balázs bácsi, hogy kedves gyerekek, akkor most helyet cserélünk, én beülök a padba, ti álljatok ki ide elém, és tanítsatok nekem valamit. Tudnátok valamit tanítani a tanító néninek, tanárnéninek, tanárbácsinak? Tegye fel a kezét, aki tudna valamit tanítani a tanárnéninek, vagy a tanárbácsinak. Na, Balázs bácsi, tudnának valamit tanítani neked a gyerekek szerinted? Mi a gondolod? Biztos tudnának. Biztos, például mi? Gyerekjátékokat nem annyira is, videójátékokat. És sok mindent tudtok tanítani, de egyéb dolgokról is nagyon sok
de egy pici csecsemő nem szavakkal tanít bennünket, hanem a mosolyával, a mozdulataival. Aztán pénteken volt itt, akik ki volt itt a betelmes játékos Szentestri bányán. Ugye volt egy ilyen kis összejövetel pénteken, ahol megünnepeltük az, hogy milyen ügyesek voltunk Szentestri bányán a betelmes játékban, és ott a gyerekek futkoráztak. És én ott leültem egy adott pillanatban, és figyeltem őket, hogy, hogy mennyire jelen tudnak lenni az adott pillanatban, hogy elfelejtették azt, hogy Kolbink ház, meg péntek este, szünet, meg egyéb, és jelen voltak, beleélték magukat az adott pillanatban. És ez tanított engem arra, hogy, hogy most az ne menjenek el a gondolat, hogy mi lesz holnap, meg amit fog prédikálni, meg attól, hanem legyek ott, legyek jelen. A gyerekek ezt tanítják nekünk, a mozdulatainkkal, azzal, ahogy belehelyezkednek egy játékba, egy programba, hihetetlen módon tudnak bennünket tanítani. Aztán felnőtteknek házi feladat, egy magzat mire tanít bennünket? Ne felejtsük el, hogy a magzat is tanít nem szavakkal, nem mozdulatokkal, egyszerűen a létével tanít, de mire? És ne legyünk megképzeltek, hogy azt mondom, hogy én tudom az igazságot, és engem egy csecsemő, egy gyerek, egy kis pólyás már nem tud semmire tanítani. Ez nem igaz. Ahhoz, hogy az igazság feltárulkozzék teljes valójában, szükség van a csecsemők igazságára, a pólyás babák csecsemők igazságára, a magzat igazságára és a kisgyerek igazságára. Vigyázzatok, mert hogyha az igazságot szeretnénk teljes egészében megismerni, szükség van a kivetettek, a szemétbe dobott emberek, a kitaszítottak igazságára is. És Gandhiról szóló filmet pár héttel ezelőtt újra megnéztem, és ledöbbentett az a jelenet, amikor Gandhi, mint India első embere, hinduként megvédte egy muszlim kisebbségnek a jogait. És azt mondta, hogy én ettől a muszlim kisebbségtől is tudok tanulni, illetve az eredmények lebuffantották, ledöbték. Pedig Gandhi azt tanította, hogyha te szeretnéd az igazságot teljes egészében birtokolni, akkor neked szükség van a másik ember által megsejtett félt valós rész igazságra is. Amúgy testvérek, engem a te igazságod nem érdekel. Hogy tudnám én úgy az igazságot megfogni, mint te? Nem érdekel. Az érdekel, hogy a megsejtett félt vagy valós rész igazságodat hogyan kommunikálod? Hogy szeretetlenséget szül, végétlenséget szül, letaglózza a másikat, vagy pedig dialógusra hív meg. Hányan panaszkodnak, hogy nem fogadja el az unokám a gyerek, amit mondok, pedig nekem van igaza. Hát és azt kit érdekel? Te meghallgattad az ő igazát? És egyáltalán hogyan mondtad el a saját igazadat? Ugye a másik azon arra hagyjál már mama békén, már 50-szer mondta, hogy unokmára mit beszélsz. Vagy pedig azt mondta, hogy mit is mondta mama? Van benne valami, van benne, ami vonzó. Nagyon fontos, hogy mindegyikünk hordoz a nagy igazságból egy pici igazságot. A csecsebő is, a magzat is, a gyermek is, az általunk leírt ember is. Meg kell tudnunk hallani a másikban megszólaló igazság szeretet, hogy az abszolút igazság közelébe tudjunk férkőzni. A mai evangéliumban döbbenetes jelenet, Jézus az Isten fia azt mondja Jánosnak, egy nagy profitának, hogy figyelj, általad szeretnék bemerítkezni. És akkor János értetlen tiltakozik, hát én egy hallható ember vagy, egy profita, te pedig sejtem, hogy az Isten fia, én merítselek be téged a Jordán folyóba. És azt mondja Jézus, hagyd már ezt, az igazság tárulkozzék föl ezáltal a cselekedet által, hogy te most engem alá merítesz, és János engem. És azt mondja, hogy akkor legyen. Jó, figyeljünk oda egymás igazságára, mindannyian a nagy igazságból csak egy
és az örök élete. Amen. Imádkozzunk testvéreim, hogy a világ meglássa bennünk Isten kedves gyermekeit. Adunk, hogy Jézus lelkületével közeledjünk az emberekhez, alázatosságban és szeretetben. Adunk Krisztus lelkületét ücsbökeinknek, papjainknak és mindazoknak, akik segítik munkájukat. Adunk, hogy a népek és a fajok között megszűnjék minden igazságtalan megkülönböztetés. Adunk, hogy Jézushoz hasonlóan mi is mindenben teljesítsük szent akartadat. Adunk, hogy minden megkeresztelt gyermek megőrizze a fogadott fiúság kegyelmét. Szent család ünnepéhez kapcsolódom a megáldva családokat, kérem rájuk a Jóisten áldását, áld meg úrunk családjainkat, legyen akár szépen működő család, akár csomra család, mert valami tragédia történik a kapcsolatban, vagy a családban. Áld meg minden családot, minden jóra való, jóra törekvő családot, karmasokra. Istenünk, te a mai napon kinyilvánítottad, hogy Jézus a te szeretett fiad. Hadd, hogy akik a keresztségben vele egyé lettünk, mindvégig hűséges gyermekeit maradjunk. Krisztus, ami Urunk által. És mindenütt hálát adjunk neked, Urunk szerint.
hirdette, hogy igéd itt lakik köztünk. A galamb képével leszálló lélek tanúságot tett arról, hogy Krisztus, a te szolgádat, az öröm olajával fölkented, és a szegényekhez küldted az üdvösség jó hírével. Ezért az angyalokkal és szentekkel együtt hálatelen szívvel énekeljük. Yeah.
ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszul. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj végét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot. És üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges emlékét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolainak, békességet adjunk rátok, ne védkeinket nézz, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint végében, add meg teljesenségét, de aki élsz, uralkodod és szeretsz mindörökké. Az Úr végén legyen veled. Engesztelődjük a szívből egymással. Kérünk, hogy egyszülött fiad tanítását,
készséges szívvel hallgatva Isten gyermekeinek hívassunk, és valóban azok is legyünk Krisztus, ami Úrunk által. Szeretném hirdetni, hogy szerdán este 6 órakor a Holpik házban munkatársi találkozót tartunk, minden álmodni és tenni mágyó testvért szeretettel várunk. Hadd éljek közlem, szóval, hogyha a prémáns kitalál egy gyökér programot, de senki nem támogatja, ugye, akkor annak nincs értelme. Viszont ha tudom azt, hogy a közösség milyen programot szeretne átélni, megélni túl a templomi programokon, akkor egész másképp tudok tervezni. Szóval mindenki legyen személyes meghívásra, akinek ideje engedi. És szívesen mondanám azt, hogy az elmúlt időszakban ez jó volt a plénáriai programok közül, vagy ez nem volt jó, vagy ez hagyomány volt, itt szeretném újjáéleszteni, és szívesen segítek a munkában. Szóval gyertek el, és egy nagyon frappáns, egy-másfél órás együttlét lesz, úgyhogy itt a munkatársal nem azokat kell érteni, akik már segítenek nekem, hanem mindenkit. Tehát szeretném tudni, hogy mire vágytok, mi lenne jó, ha megjelenne a közösségi programokban. Szóval gyertek el szerdán este 6 órakor ide a Kolping házba, és megterveznénk a következő pár hónapot. Közel nagybőjt, húsvét időszak, aztán a nyár, mit csináljuk, hogy csináljuk, jó-e az, ami van, picit másképp kellene. Kíváncsiak a véleményeket, és tanácsot adtok, és értelemszerűen a tervezés és a előkészítés az már az én feladatom, de fontos tudnom, hogy mi az, amire vágytok, vagy éppen mi az, amit jó lenne elhagyni, mert nem működik. Szóval szerdán attól a kormányhoz. Aztán vasárnap, jövő vasárnap kezdődik az ökumenikus ima hét. Jövő vasárnap délután 5 órakor itt a templomban lesz imaóra. Az imaóra után pedig szeretetre, vendégségre várunk mindenkit a Kolpingházba. Az idei esztendőben plébániánk rendezi a szeretet vendégséget, ezért Marika néninek és a segítőinek az a kérése, hogy a hagyományoknak megfelelően a sós és az édes süteményeket a szertartás előtt 3 órától vigyétek a Kolpingházba. Tehát amit szép finoman tud sütni, az bátran süsd meg, hozd el, és hát akkor meg fogjuk enni, tehát ezt szóval. És utána vasárnap, január 22-én, szintén délután 5 órakor a református templomban lesz ökumenikus imaóra. Nagyon nagy öröm volt számomra az elmúlt héten találkoztam a plébániához tartozó települések polgármestereivel. Baráti, kedves együttlét volt, együtt lélegzünk ezen a területen, fontos volt ez a találkozás. Ugye közel van a plébániaiakra teljes belső felújítása. Nagyon köszönöm Adikónak, Ádinak a szolgálatát, hogy kezdték már az összepakolást a plébánián. Nagyon köszönöm a könyvtárosoknak, hogy a plebánia könyvtárát katalogizálják, eltárba veszik. Ez is egy nagyon fontos szolgálat, és köszönöm Istvánnak, illetve a férfiaknak, akik jövő szombaton reggel 9 órakor itt lesznek, és segítenek a plébániaiakra kipakolásában. Többen jelentkeztek már Sánat Istvánnál, esetleg aki még szívesen segítene, kérem, hogy jelezze Istvánnál, mert ebéddel fogjuk befejezni a szép programot, és hát ugye nem mindegy, hogy mennyit főzünk, mennyi gulyás, leves, illetőleg finomságokra. Tehát aki szeretne segíteni, és nem Füstvánnál a mise után jelezze, hogy ő szívesen mindenne, erős, szép, erős férfi emberekre van szükség. Aztán hirdetem még azt is, hogy a következő családos mise, gitáros családos mise február 5-én lesz, de értelemszerűen a köztes vasárnapon is van szentmise, ahol szintén szeretettel várunk benneteket. Alapból felírtam, hogy nagyon nagy hála van bennünk, igen, Ágotának, a papírból
héten el fogunk kezdeni, akik feliratkoztak, fogunk menni hozzájuk, aki még szeretné, hogy menjek, Sekrestyében iratkozzék fel. Utolsó hirdetés, úgyhogy nyugodjatok meg. Most nagyon nyissátok ki a fületeket, mert nyáron itt a templomban, nem itt a templomban, hanem itt a településen, Szent János Bogár tábort fogok szervezni. És tegyétek a szívetekre a kezeteket, ma délután mindenki www.szentjánosbogár.hu megnézi, hogy ez mit jelent, jó? És akkor legközelebb részletezem az elképzelésemet. www.szentjánosbogár.hu. És nyáron ezt a tábort szeretném itt a kisvárosban megszervezni. Most pedig a szemüse után a család.